Mésző Miklós Molnár Miklós néven kereken 100 esztendővel ezelőtt 1921. január 19-én Szekszárdon született, a Pannontáj egész életére és művészetére hatással volt. Másik meghatározó élménye a zene, kisgyermekkorában Bartók első feleségétől, Ziegler Mártától tanult zongorázni. A Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudományi karán 1942-ben szerzett jogászdoktori oklevelet, de már az egyetemi évek alatt foglalkozott írással, néhány novellája és verse meg is jelent. A II. Világháború alatt egy évig frontkatonai szolgálatot teljesített, Szerbiában hadifogságba esett. Hazatérve fizikai munkát végzett, majd Szekszárdon lett lapszerkesztő. 1949-ben vette feleségül Polc Ellen pszichológust. Harmonikus, kiegyensúlyozott házasságuk, építő együttlétezésük legendás volt, noha Ellen többször elhagyta Mészőt annak hűtlensége miatt. 1956-ban részt vett az Írószövetség követeléseit rögzítő nyilatkozat megfogalmazásában, emiatt a forradalom után hallgatásra kényszerült. 1963-ban jelent meg az Ablakmosó című drámája, amely politikai botrányt kavart, és két előadás után levették a műsorról. 1968-ban a csehszlovákiai beavatkozást ellenző írók között volt, ekkor jelent meg a bibliai történetet feldolgozó Saulus című regénye is. A Karta 77 aláírása után a fiatal ellenzéki írónemzedék egyik szellemi vezetője volt. 1986-ban számos kötet és publikáció után végre elismerést kapott, Déri Tibor díjjal tüntették ki. 1989-ben a rendszerváltozás évében megjelenő Volt egyszer egy Közép-Európa című elbeszélés kötetét az év könyve díjjal jutalmazták. 1990-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Felesége Polc Ellen segített elviselni súlyos betegségét, amit méltósággal, bölcs rezignáltsággal viselt, 2001. július 22-én hunyt el.